Újra összeállt a kapuvári fúvószenekar. A Mihálka Jenő alapította zenekar a több évtizedes sikeres működés után ismét szeretne szerves része lenni Kapuvár kulturális életének. Műsorukkal igazi kikapcsolódást nyújtanának a városban és a Rába közben élőknek. Klasszikus fúvószenekar indulók begyakorlásával kezdték, és a bemutatókra meglepetéssel is készülnek. A kapuvári fúvószenekar nagy múltú zenekarnak tudható be, és nagy régi hagyományokkal rendelkezik. A zenekart 1962-ben Mihálka Jenő bácsi alapította még, aki hosszú évekig volt a zenekarnak a nem csak a karnagya, hanem a lüktető motorja, ha fogalmazhatnék így. Ő vitte, ő építette fel tulajdonképpen a zenekart. Őneki köszönhetők az első külföldi szereplések, akkor a Rezibe eltöltött nagy sikerű fellépések, szereplések, meg nagyon sok minősítés, rádiófelvétel tudható be Jenő bácsi munkájának. Ugye a zenekarnak több karnagya is volt Jenő bácsit követően, azért stílszerűen körül róluk is megemlékezni, kiemelni a munkájukat, mert Várdi Ferenc tanár úr is hasonló sikereket ért el, és abban az időben még két zenekar is működött Kapuváron, mert ugye volt egy ifjúsági zenekar, meg volt ugye a maga a felnőtt, a nagy városi fúvószenekar, és azért mind a kettő elég szép taglétszámmal rendelkezett. Általában akkor a városi fellépéseket megelőzték mindig az ifjúsági zenekar fellépései. Várdi tanár urat követte egy évig Pernekker János, aki ugye a Sárvári fúvószenekarnak is a karnagya, de Váradi Ferenc után ő vette át a zenekar irányítását egy évig, majd őt követte Szűcs Róbert, aki aztán 16 évig vezette a zenekart, és az ő munkásságában is kiemelhető a sok fellépés, kaptunk minősítéseket is abban az időben, tehát két arany minősítést hozott el a zenekar, és folyamatosan nagy létszámmal rendelkeztünk, ami aztán sajnos így a vége fele 2014-től 15-16 azért lecsökkent már ilyen. Az utolsó időben már csak egy ilyen 20 fővel rendelkezett a zenekar. Ugye Szűcs Róbert most jelenleg a zeneiskolát irányítja. Igen. Beszéltünk arról, hogy az ön édesapja viszont elnökként tevékenykedett. Igen, apu sokáig vezette, mint elnök az Egyesületet, meg a zenekart. Nevét meg lehet említeni? Szabó László. Csak ott édesanyám halála, hát követően, ez kicsit háttérbe szorult nála, mint elég sok minden. Tehát őt azért hosszú évekig megviselte édesanyám halála, és akkor abban az időben le is adta a zenekarnak a vezetését, és egy új elnökség alakult, akik vitték tovább. Tagként bemaradt, muzsikált, de ritkában járt. Már nem volt meg nála az a lelkesedés, ami régen, viszont most újra felfedezhető nála. És meddig játszott a zenekar? Tehát mikor volt, amikor aztán... 2016-ban volt az utolsó fellépés, egyik zenésztársunknak az esküvőjére álltunk össze, és akkor mondta Szűcs Róbert karnagy úr, hogy bizonyos ideig most nem lesz próba, mert már akkor olyan kevés kis taglétszámmal, meg próbákra is nagyon kevesen jártak el abban az időben. És akkor eltelik nagyjából 3 év, és akkor mi történt? Ki kezdeményezte ezt, illetve hogyan? Hú, ez egy nagyon érdekes történet, és nagyon gyors lefolyású, ha fogalmazhatok így. Ugye én Kapuváron csinálok egy vendéglátóegységet. Ott is több mindenkivel találkoztam, volt zenésztársakkal, és mindig akár a Kis Józsival, a Lórival, a Gőce Tibivel, éppen az Elinával, akinek az esküvőjén zenélt utoljára a zenekar, mindig beszélgettük, hogy de jó lenne, hogyha újból összeállna, mert jó volt közösen zenélni, meg jó volt a társaság. De ezek valahogy úgy mindig abban maradtak, mert hogy karnagy, hogy kellene egy olyan karnagy, aki adna egy új impulzust, egy új lendületet a zenekarnak. És nem történt semmi. Aztán ezek a történetek is úgy szépen abban maradtak, még nem január közepén, egy 3 héttel ezelőtt kaptam egy Facebook üzenetet egyik volt zenésztársunktól, Horváth Csovától, akit a zenekarban mindig csak úgy hívtunk, hogy Gingis, általában itt a fúvószenekarban, mindig mindenkinek volt egy beceneve, ez a régi múltra nyúlt vissza, ugye mi az ifjúsági zenekarból érkeztünk annó a felnőttek közé, és az ifjúsági zenekart azért mindig megelőzték, vagy mindig követték ilyen zenekari, zenei táborok, amik Balatonakaliba voltak az önkormányzati üdülőbe, és ott azért kialakult pár ilyen jó történet, ahol mindenki megkapta a saját becenevét, és így volt ez a Csabi esetében is, aki mint Gingis ismerünk a zenekarba.
Ő írt nekem Facebookon egy üzenetet, hogy nem tudok valakit, akit érdekelne, hogy összehozhatnánk újból a zenekart, vagy zenélne Kapuváron. És én munka közben így olvastam ezt az üzenetet, pillanatok alatt visszaírtam Csöbinek, de hogy ne engem érdekelne. És akkor ő megadta Horváth Andrásnak az elérhetőségét, itt szintén volt zenésztársunk, aki most már Beleden él. És Andrással beszéltünk telefonon, ő mondta, hogy megismerte egy úriembert, aki nagy zenei múlttal rendelkezik, és akár lehetne a zenekarnak a karnagya, mert érdekelni ez a lehetőség, és hogy szerintem van-e rá fogékonyság itt a volt zenésztársok körébe. Én mondtam, hogy biztos, hogy van, biztos, hogy össze lehetne hozni, de inkább édesapám lenne, aki illetékes ebben az ügyben. Így Csabát, vagy Andrást meg Aput összehoztam telefonbeszélgetésre, ő felvázolta neki, hogy ki lenne ez a karnagy, aki vezetni, most még nem mondom szándékosan nevét, aki vezetni a zenekart, és ez egy pénteki nap, péntek este történt ez a üzenetváltás és telefonbeszélgetés. Vasárnap délután már Apu, Köszegi Németh József, Beleden már találkoztak is, és 4,5-5 órán keresztül beszélgettek. Apu úgy ment a Köszegi úrhoz, hogy a zenekarról készült egy 2006-ban egy DVD film, ezt is vitte a karnagy úrnak, hogy kicsit megnézhesse a zenekar múltját, de Köszegi úr már látta, és rendelkezett egy ilyen DVD-vel, és felkészülten várta Aput, mert több pontos kérdés volt neki összeírva, meg már tervek voltak a zenekar jövőjével kapcsolatban, hogy milyen tervei és céljai vannak a zenekarra kapcsolatosan, és mondom, közel 5 órán keresztül voltak ott. Beszéltek, én akkor nem tudtam elmenni, mert beteg voltam, de telefonon hívtam Aput egy 3 óra elteltével, hogy érdeklődjek mégis, hogy zajlanak a beszélgetések, és én is akkor beszéltem először Kőszegi úrral telefonon, aki megkért abba, hogy legyek egy összekötő kapcsolat az önkormányzat felé, és másnap tegyen fel a hámori polgármester úrral a kapcsolatot, és említsen meg neki, hogy egy ilyen történet formálódik a zenekarral kapcsolatban. Természetesen másnap hívtam a polgármester urat, hát aki teljes lelkesedéssel fogadta, hogy ismét összeállhat a zenekar, akkor még mondom, csak tervek voltak. Ugye tudni kell azt, hogy polgármester is játszott annó a zenekarban, szaxofonon, és ő is szívén viseli így a zenekar alakulását, és nekem ott telefonban kijelentette, hogy továbbiakban is számíthat a zenekar az önkormányzat támogatására, amit eddig megadtak, azt a továbbiakban is, hogyha újból összeállunk, akkor megadják a zenekar részére. Innentől aztán felgyorsultak az események, mert Kőszegi úrat visszahívtam, hogy a polgármester úr is lelkesen fogadta ezt az újbóli felállást. Majd létrehoztam egy zárt Facebook közösséget, egy csoportot, ahol elkezdtem felvenni a régi tagokat, és informáltam őket az eseményekről. És még azon a héten, pénteken volt egy találkozó, ahova kiküldtem meghívót így Facebookon keresztül, meg akik nem voltak Facebookon, őket próbáltuk az idősebb kollégákat telefonon elérni. És említettem, hogy a beszélgetés elején ugye, hogy az utolsó próbákon ilyen 20 fővel rendelkezett a zenekar, tehát 20 körüli taglétszámmal, és nagyon érdekes, hogy ezen az első megbeszélésen 26-an jöttünk össze. Tehát 26 volt zenésztárs jött el, és még többen jelezték, akik éppen nem tartózkodtak itthon, hogy őket is érdekelné, hogyha újból összeállna a zenekar. Kőszegi úr meg szeret így mondta gyorsan cselekedni, egyébként már ő akkor próbát szeretett volna tartani azon a héten, amikor ez a megbeszélés megtörtént, és mondta, hogy viszont következő héten már akkor próba, és következő héten pénteken itt a művelődési házba megtartottuk a zenekar első összejövetelét, ahol már próbáltunk is. Itt viszont már 29 fővel jelentünk meg, tehát még növekedett, és további visszajelzések vannak, akik szeretnének visszajönni, vagy jönni a zenekarba zenélni. Mielőtt arról beszélgetünk, milyen hangulata volt a próbának, igen, az ön zenei múltja, hogyan állsz, mi játszik, mióta játszik? Igen, hát az én zenei múltja, én trombitán tanultam a zeneiskolába, az első hangszeremet még Jenő bácsitól, Miálka Jenő bácsitól kaptam. Viszont én is nagyon sokat hagytam ki a zenekarba, én még a Szűcs Robi idejébe az elején jártam, de aztán én is ott hagytam, vagy abba hagytam a zenélés zenekari szinten. Természetesen otthon nekem megvolt a hangszer, én folyamatosan saját magam szórakoztatására, meg kislányomnak szoktam zenélni, de zenekari szinten 2004 óta nem játszottam a fúvó zenekarba.
Én annak idején még nekem a tanárom a Váradi Ferenc volt, aki ugye vezette hosszú ideig a zenekart. Én az ő idejében nagyon szerettem járni, meg nagyon sokat is jártam, meg folyamatosan fellépéseken ott voltam, meg próbákon, meg egy jó közösség volt. Tehát volt egy ifjúsági zenekar, onnan tudtunk építkezni, táplálkozni, és jó közösségek alakultak ki, ami sajnos az utóbbi időben eltűnt. Tehát nincs, az utánpótlás az egy nehéz kérdés volt, meg az is, meg szerintem még lesz is, de próbálunk ezzel majd változtatni. Mit játszik a zenekar? Igen, mert azért azt tudjuk, hogy itt Kapuváron működik most már 21 év a Hanság Big Band, ők ugye jazz zenét játszanak, az egy másik műfaj, de a kapuvári fúvósok mit játszanak, mit fognak játszani? Igen, Kőszegi úrnak erre is vannak tervei, és ha jól tudom, majd ő is fog itt a kamerák elé állni és elmondja részletesebben. Én egy picit annyit előjáróban elmondanék, hogy most indulókkal kezdtünk, tehát a klasszikus fúvószenekari indulókkal fogunk első fellépéseken megjelenni, de egy kicsit azért, ahogyan a Kőszegi úr mondta, viszünk bele érdekes történeteket, tehát nem mindig úgy fogjuk előadni, hogy a kottában le van írva. És ugye a kapuváriakról néhány szót, milyen volt ismét találkozni a barátokkal, zenésztársakkal, újra próbálni? Hát az első próba hangot, ahogy említettem, én még hosszabb időt hagytam ki, mint a többiek, akik ugye 2016-ban álltak össze utoljára, de az első próba olyan volt, mintha nem is maradt volna ki idő. Tehát ugyanazok a csipkelődések, nevetések, szurkálódások megvoltak, egy nagyon jó hangulatú és nagyon jó próba volt a múlt hét pénteki, és zeneileg sem szólt rosszul a zenekar. Tehát attól izgultunk, meg attól féltünk, hogy fog újból megszólalni a zenekar. Hála Istennek nagy részt a szólamokban is megvoltak, és tényleg jól szóltunk. Kőszegi úr is megdicsérte a próba végén a társaság munkáját. Édesapja mi játszik? Ő harsonán játszik, ő két sor hátrébb ül, mint én, és nála is újból felfedeztem, ugye mi együtt élünk, és látni rajta újból a lelkesedést, meg a tüzet, mind amit azelőtt még a zenekar fénykorában felfedezhető volt nála, és folyamatosan nap mint nap foglalkozik a zenekarral, már igyekszik szervezni programokat, tehát folyamatosan ezzel van elfoglalva. Hála Istennek. Mit jelent a zene a családban? Hát a zene az mindig nagy örömet, boldogságot jelentett, mert nekem ugye van két testvérem, mind a ketten ők is zenéltek, ők ütős hangszeren, de csak egyik öcsém jutott el a zenekari szintig. De családilag mindig, tehát amíg édesanyám is élt, mindig mentünk a zenekarra, tehát ott volt, tehát nekünk egy család, a zenekar maga a családot jelentette. Karnagyú beszélni fog a fellépésekről, hogyan lesznek a próbák. Azért hogy képzeli el a zenekar működését itt Kapuváron? Ugye a Karnagy úr felvázolta, hogy le lesznek osztva a feladatok, hogy ki milyen feladat, lesz, aki a szervezésre felel, lesz az elnök, lesz, aki a kottatáros lesz, aki az öltönyér. Én egy olyan feladatot kaptam, hogy a PR részért fogok felelni a zenekarnak, de hát ez a közösségépítés, a kommunikáció, a Facebook csoportok, tehát ez ami az én feladatom lesz, én erről tudnék inkább beszélni. Szeretnék egy népszerűsítést elindítani a zenekarral kapcsolatosan, nem csak a városban, hanem a Rába közben is, hogy felkutassunk, megtaláljunk olyan zenészeket, akik tudnak játszani fúvós hangszereken, és hogyha kedvük, lehetőségük adódik rá, akkor csatlakozzanak hozzánk, és szeretnénk ugye bővíteni így a fúvózenekar taglétszámát. Aztán szeretnénk majd kapcsolatot felvenni Szűcs Róberttel is, ugye a zeneiskola igazgatójával, leülni és egy új alapokra helyezni ezt a kapcsolatot, és átbeszélni, hogy esetleg az utánpótlást hogyan tudná a zeneiskola biztosítani a mi részünkre. Amiben gondolok arra, hogy kölcsönösen együtt dolgozhatnánk, úgyhogy népszerűsítjük az iskolákba a zeneiskolai oktatás, ő meg segít nekünk az utánpótlás részéről, hogy a zenekar fele irányítson fúvósokat, akik szeretnének köztünk zenélni. Tehát önt meg lehet keresni, igen, hogyha igen, valaki igen. Be akar állni, zenélni akar. Igen, hamarosan elindítunk egy nyilvános Facebook oldalt, lesz a zenekarnak weboldala is, ahol a tagok külön fognak fenn szerepelni, akkor lesznek régmúltról összeállítások, fúvószenék, és ott lesznek elérhetőségek, hogy hogyan lehet hozzánk eljutni, bekerülni, és bízunk benne, hogy ez a 29 fő, amivel legutóbbi próbán voltunk, ez hamarosan újból a zenekar fénykorába
lesz, és akár 40-40 fölött is lehetnénk, hogyha sikerül új tagokat még toborozni. Szeretnénk megjegyezni, hogy azóta, mióta elindult a fúvózenekar, Facebookon több posztot is kitettünk ezzel kapcsolatban, és a város részéről is, a lakosság részéről is látszik az a szeretet, és látszik az a hiány, hogy mit jelentett nekik, hogy az elmúlt 2-3 évben nem volt a zenekar, mert rengeteg olyan pozitív üzenetet és visszajelzést kaptunk, hogy a város várja, és nagyon örül annak, hogy újból összeállt a zenekar. És így jegyezném meg azt, hogy mi hálásak is leszünk, és május 1-én a régi hagyományokhoz híven ismét reggel fel fogjuk ébreszteni a várost. Ez lesz a zenekar első fellépése. Május 1-én ébreszteni szeretnénk, és reméljük, hogy a lakosság legtöbbi részéhez el fogunk jutni, és újból hallhatja szólni a Kapuvár fúvó zenekarát. És szeretném megköszönni Hámri György polgármester úrnak azt a hozzáállást, ahogy a zenekar mellé állt a legelső telefonhívásomtól kezdve. Megjelent a legelső próbánkon is, ott volt polgármester úr, és ott is támogatásáról biztosította a zenekart. Valamint szeretném megköszönni a művelődési háznak is a hozzáállást, hogy a legelső próbára termet biztosított nekünk. Zsuzsáék is egyszerre, tehát amint szóba jött a lehetőség, mondták, hogy természetesen mindenképpen helyszínt biztosítottak nekünk. Továbbiakban nem ez lesz a zenekar otthona, mert időközben azzal kapcsolatban is történt már változás. Mivel itt a művelési házban csak az előteret tudtuk volna használni, minden terem teltházzal működik, hála Istennek. Ez jelzi, hogy azért milyen művészeti élet van Kapuváron, mert tényleg teljes kihasználtsággal működnek a művelési központ termei. Így viszont az önkormányzat és a polgármester úr segítségével megkaptuk a kerékpáros centrum előadó termét, ami már Facebook csoportunkban be is jelentettük, hogy a zenekarunk új otthona lesz. Ott kaptunk egy külön szobát, ahol a hangszereket, kottákat, kottaállványokat tudjuk tárolni, és minden szerda este 7 órakor ott lesz a próbánk, havonta egyszer meg péntek este 7 órakor is. Tehát innentől a zenekar új otthona a kerékpáros centrum lesz. Kőszegi Németh József vezényli a megújult kapuvári fúvózenekart. Az első próbát már megtartották. Közel 30 kapuvári és beledi muzsikus vette ismét kezébe a hangszereket. Hát tulajdonképpen úgy alakult ennek a zenekarnak a megújulása, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt vetődött fel először, hogy újra kéne indulnia ennek a zenekarnak, mert olyan sok és mértékadó koncertet adott a városban, a környéken, sőt határon túl is, amire az akkori tagság nagyon büszke volt joggal, és a városvezetés is méltán támogatta ezt a zenekart, és hát egy hiányérzete volt az egész közegnek arról, hogy ez a fúvós muzsika hiányzik a város életéből, a környék rendezvényeiről. Hát odáig haladt a dolog, hogy az elmúlt 2 hétben felgyorsultak az események, kaptam egy személyes látogatást is a volt elnök részéről, és Szabó László kifejezte azt az igényét, hogy karnagyot keresnek, mert szeretnék ezt a zenekari muzsikálást megújítani. Nagyon segítségére volt Horváth András, aki korábban volt a kapuvári fúvószenekarnak a kürtöse, de itt helybeli beledi lakos, hogy felvegye a kapcsolatot velem, a volt elnök úr, és hát gyorsan fűztük a szálakat, én sem vagyok abban sohasem érdekelt, hogy sokáig üljünk és feküdjünk egy-egy problémán, hanem igyekeztem operatíve gyorsítani a folyamatokon, ha már ez az igény megfogalmazódott. Egy héttel ezelőtt már az első próbát meg is tartottuk, sőt, még előtte egy informális találkozóra összegyűltünk, ahol már 21-2 tag jelen volt, és kifejezték abbeli igényüket, illetve meg is szavazták, hogy vegyem át a zenekar vezetését, vállaljam el, hogy karnagyal legyek a kapuvári fúvós zenekarnak, amit örömmel vállalok. Tekintettel arra is, hogy Orosházán is volt egy ilyen sikeres időszakom, amivel az orosházi zenekar feltámadását tudtam segíteni. Ez számomra is nagy öröm, mert ez egy régi nosztalgia is az életemben. Én a gyerekkoromat trombitásként éltem meg Kőszegen. Igazából énekes létemre most elmondhatom, hogy nem is énekeltem én kórusban 16 éves koromig, hanem mindig is a fúvószenekarban számítottak rám, és hát a trombita 3-tól a szánykült 1-ig
vagy a szóló trombitáig, végigmentem az összes lépcsőfokon, és hát mindannyiszor nagyon nagy öröm volt számomra egy ilyen fantasztikus csapatban, amit a fuvószenekar jelent, kiállni, akár térzenélni, vagy részt venni a Sághegyi Fesztiválon, vagy éppen külföldre utazni. És hát ezt az élményt láttam az ő szemükben is, hogy ennek folytatódnia kell Kapuváron, ezt nem lehet így befejezni, és természetesen megígértem, hogy amit csak tudok tenni szakmailag, a kapuvári zenekar megújulásán azt ettől kezdve megteszem. Az első próbára már 26-an jöttek el a tagságból. Mi nagyon biztató arra nézve, hogy a kapuvári nagyérdemű közönség hamarosan újra tapsolhat majd a fuvószenekarnak. Ez a fuvószenekar, ahogy az igényüket kifejezték, a hagyományos muzsikálást követte, és szeretnék erre visszaállni én is, sok indulóval természetesen, mert miről ismerszik meg egy zenekar, hogy a térzenén az indulókat, az ismert számokat játsszák, illetve szeretnék majd olyan desszert programokkal előjönni, ami a tagságnak is, és természetesen a közönségnek is ínyére fog válni. Így olyan népszerű slágereket, olyan nagy együtteseknek a darabjait átdolgozva, zenekari formában megszólaltatni, ami a sikerkulcsa lehet. Én nagyon örülök ennek a csapatnak, azt látom a zenekari tagok szemében, hogy ez a jövő, ez már nem is jövő, hanem jelen, úgyhogy kifejezetten örültem annak, hogy a Hámori György polgármester úr ott volt az első alkalmon, ő vezette fel az egész próbát, sőt azóta leültünk négy szem közt is megbeszélni a zenekar újraindulásához szükséges feltételeket, és az kifejezetten jó dolog, hogy a polgármester úr mindenben támogatásáról biztosított, tehát azt tudjuk mondani, hogy ez a zenekar, ez élni fog. Első intézkedése volt a polgármester úrnak, hogy a kerékpáros centrum helye lesz annak, ahol a zenekari próbákat tarthatjuk. Külön helyiséget kapunk arra, hogy a kottákat, a hangszereket, a ruhákat, mindent el tudjunk helyezni. És hát ez egy olyan hely, éppen ma néztem meg, ahol az épület melletti parkos udvarrész még további lehetőségeket is tartogat számunkra, akár térzene bepróbálásához, vagy akár menetzene próbáláshoz, vagy akár majd csapatépítő rendezvények helyszínére is kiválóan alkalmas, amit én nagyon komolyan veszek, mert az egyik alapelvem az, hogy nem csak együtt kell dolgozni, hanem együtt kell élvezni az életet, meg kell hívnunk a családtagokat, a gyermekeket oda, és egy olyan példát mutatni nekik, hogy zenekarra járni jó. Aki itt van nálunk, az egy sikerben, egy olyan muzsikálási folyamatban vesz részt, amire minden családtagja a zenekari tagoknak büszke lehet. Mikor lesznek a próbák? Szerdánként este 7 órától tartjuk a próbákat. A szerda az a stabil próbanapunk lesz, illetve minden hó végén, pénteken is este 7-kor tartunk egy ilyen össznépi próbát, ami lehetőség arra, hogy akik nem Kapuváról laknak pillanatnyilag, hanem középiskolában, vagy éppen a felsőfokú iskolákban, Győrben, Sopronban, Szombathelyen tanulnak, azok visszatérjenek a zenekarba, és több sebességes módon részt tudjanak venni, akár azokon a fellépéseken, felkészülve természetesen ezeken a próbákon, amik által ők továbbra is a kapuvári zenekar tagjai maradhatnak. Fellépésekről mit lehet tudni? Mikor mutatkozik be először a kapuvári fuvószenekar? Hát szeretnénk ezt is nagyon stabilan kitűzni, úgyhogy a jelenlegi célunk az, hogy május 1-én Kapuváron ébresztőt fújhassunk, megfelelve annak az évtizedes hagyománynak, amit a zenekar múltjából vettünk elő, illetve egy éves tervet is felvázoltam a megbeszélésen a zenekar tagjainak, amiben a kapuvári fontos ünnepségek, állami ünnepségek, vagy éppen azok a jeles napok,
szerepelnek, amiken egy zenekarnak, egy fúvószenekarnak feltétlenül ott kell lenni, és emelni kell az ünnepség színvonalát. Ezen kívül szeretnék távolabbra is egy olyan gondolkodó szálat nyitni, hogy akár egy éven belül tervezhessünk egy külföldi utat, ami a csapatot nagyon össze fogja hozni. Tervezhessük azt is, hogy a környékbeli településeken, akár a Rába közig, mindenhol igény szerint el tudjuk látni azokat a zenekari feladatokat, amire készülünk, és részt tudjunk venni a falunapokon, egyéb jeles eseményeken, mert azt gondolom, hogy a kapuvári zenekarnak hamarosan nagy híre fog menni, egy olyan izgalmas és olyan minőségi munkára akarunk készülni, amivel remélhetőleg nagyon sok meghívást fogunk kapni. Ön irányítja a Beledi Általános Iskolát, ugye felvetődik a kérdés Beleden, mikor lépett fel a kapuvári fúvószenekar? Egyeztettem a polgármester úrral is, természetesen ő nála van a döntés joga, de úgy láttam, hogy nyitott arra, hogy még ebben az évben megjelenjünk itt Beleden is. Nekem mindenképpen szívügyem lenne, mert szeretnék itt is a Rába közben egy zenei fejlesztést elindítani, és ennek az egyik sarokköve az, hogy az itteni lakosok lássanak olyan minőségi zenét, egy térzenét, amiben megismerhetik a hangszereket, megismerhetik a hangjukat, megismerhetik azt az örömet, ami az együtt muzsikálással nekünk ajándékunk, illetve biztatják esetleg a gyermekeiket, unokáikat, hogy szánjanak időt és energiát arra, hogy hangszert tanuljanak. Ősszel a volt zenekarom, az Orosházi Fúvószenekar éppen egy kis közreműködésemmel a szüreti mulatságon vett részt Kőszegen, és ajándékba visszafelé megálltak itt Beleden, és még egy műsorszám erejéig én is visszaálltam vezényelni, mert őket is egy nagyra hivatott csapatnak tartottam. Ők ezt azóta is bizonyítják. Én nagyon bízom benne, hogy ez volt a vezérfonal a kapuvári zenekar felé, és ezt az igényszintet náluk sem kell alább adnom, sőt, szeretném, hogyha a nyugati határ közelsége miatt akár nyugat felé is tudnánk nyitni, és olyan nyugati zenekarokkal is fel tudjuk venni természetesen a kapcsolatot, mint ahogy a 11 testvérváros felé való nyitás is nagyon fontos számunkra, így már korábban ismerettséget kötöttem a székelyvajai fúvószenekarral, ugye a települések központja Ákosfalva. Feltételezem, hogy ők is nyitottak lesznek arra a korábbi nagyon komoly kapcsolatra, ami akkor kialakult, hogy ezt is meg kell újítani, és egymás munkáját látogatni, egymás közönsége előtt produkálni magunkat, és hát vinni a fúvószenének a hírnevét. Ja, mert még fontos, hogy ha ugye Rába közben, illetve a megyében látják az interjút, vagy akár ugye a Facebook segítségével, vagy a közösségi oldalak segítségével, az internet segítségével, szinte bárhol a világban, aki szeretne jelentkezni, az kinél teheti meg? Akár a zenekar tagjainál, de van egy zárt Facebook oldalunk is, illetve most egy e-mail címünk is lesz. Szeretnénk később honlapot is. Az pontosan azért, hogy minden muzsikát szerető hangszeres előtt nyitott legyen a kapuvári fúvószenekar, illetve jó néhány ötletet vetettem fel arra, hogy a felnőtt, illetve a diák tagságunkat tudjuk erősíteni. Én nekem nagyon fontos az utánpótlás kérdése, és az a fajta saját gyermekkorom a példa erre, amikor is 10 éves korom óta ott ültem a zenekarban, és csak ennyit tudtam hozzátenni, és mégis a közös sikerből én is részesültem. A taps nekem is szólt, a családom rám is büszke volt, tehát ezek olyan örömérzetek, amiket semmivel nem lehet pótolni. Illetve van a másik oldala, éppen ma adtam elő a polgármester úrnak is, hogy szeretnék támogatást kérni arra, hogy felnőtt képzésben
olyan motivált tagokat próbáljunk beszervezni és megtanítani a hangszerjátékra, akik eddig még nem találkoztak a zenével, de az igény az életükben már nagyon erősen kialakult. Én úgy gondolom, hogy ők is elkezdhetnek a hangszer tanulással ismerkedni, és fél év múlva, egy év múlva hasznos tagok lehetnek a zenekarunkban. Itt elsősorban akár beledélyek is szóba jöhetnek, gondolom. Így van. Egy Beleden dolgozó trombitásunk is van, egy Beleden lakó kürtösünk is van, mint említettem, de itt nyitottunk újabb lehetőséget arra is, hogy a hangszeresek a családtagjaik között is mérjék fel, hogy ki az, aki közénk szeretne tartozni. Hál' Istennek pont innen alakult ki az a lehetőség, hogy igyekezzünk őket is tanítani, oktatni, segíteni abban, hogy beállhassanak a zenekarba, és akár a családból több tag is részt vegyen ebben az öröm folyamatban. Ez mindannyiuk számára megsokszorozza azt a sikert, amit a zenekarban átélhetnek. Köszönöm, és sok sikert kívánunk! Köszönöm szépen!